A Face and Soul Orvos Esztétikai Klinika hivatalosan is megnyitotta kapuit a belvárosban. Dr. Jenei András fogszakorvos és Dr. Szabó Szilárd plasztikai sebész vezetésével az orvostudomány és az esztétika találkozásából született meg az arc, és ezáltal a szellem ápolását támogató új szolgáltatásközpont Székesfehérváron. Dr. Jenei András fogszakorvos úgy fogalmazott, egy éve született meg a gondolat, hogy létrehozzanak egy Magyarországon teljesen egyedülálló arcklinikát. A nevünk Face and Soul Arcklinikák, és a gondolatnak az alapmenete az, hogy teljesen komplexen kezeljük az arcot. Tehát mind esztétikailag, mind pedig egészségi szempontból. Ezért a csapatunkhoz csatlakozott egészségügyi tetováló, sminktetováló, különböző lézeres szakemberek, az társam, aki plasztikai sebész, és én, aki a fogászati részlegnek a vezető szakorvosa vagyok. Dr. Szabó Szilárd plasztikai sebész hozzátette, karrierje során úgy tapasztalta, az arcon a problémák soha nem izoláltan jelentkeznek, hanem komplexen, így a felmerülő problémákra is komplex megoldást próbálnak találni. Nincs egy olyan csodálatos megoldás, olyan műtét, olyan beavatkozás, akár injekció, akármi, ami megoldaná az összes problémát. És ahhoz, hogy komplexen kezeljük, ahhoz valakinek mindenhez a lehető legjobban kéne érteni, hogy a páciens a legjobbat kapja. Ilyennel még nem találkoztam, én nagyon-nagyon igyekszem, képzem magam, de én azt gondolom, hogy soha nem lesz egyetlen olyan ember, egyetlen olyan tekintély, aki aztán az összes kezelésben a legeslegjobb. Úgyhogy e köré a filozófia köré építettük fel a klinikát, igyekszünk az összes szakterületen a legjobb szakembereket bevonni. A megnyitón dr. Jenei András hozzátette, szeretnének hozzájárulni a székesfehérvári lakosok szájüregi egészségi állapotának javításához is, ezért az arcklinika minden helyi lakos számára egy térítésmentes szűrőprogramot biztosít. A díjmentes szűrőprogramra június 30-áig a recepciófehérvár@arcklinikák.hu e-mail címen, vagy a +36 20 328 88 81-es telefonszámon tudnak regisztrálni.